Cserpalkovics András polgármester köszöntötte elsőként a svéd születésű Nilsson Henriket, aki 2 évvel ezelőtt töltötte magára először a Hidrofehérvár V19 mezét. Külön hálás szívvel köszönöm, hogy a csapat is itt van, mert azt hiszem, hogy ez így önmagában mutatja ennek a dolognak nem csak mű számára a jelentőségét, hanem a város számára is és a közösség számára is, beleértve a szurkolókat is és a csapat egészét is. Az idényhez pedig sok sikert kívánok klub szinten és válogatott szinten egyaránt. Nilsson Henrik nem csak az edzéseken és a mérkőzéseken aktív. A 32 éves hátvéd szorgosan tanulja a magyar nyelvet. Nagyon nehéz nyelv a magyar. Tanulom és próbálok minél többet beszélni, de ehhez azért idő kell, szögezi le a hok is. Ami a csapatot és Fehérvárt, Magyarországot illeti, minden és mindenki szuper. Kedvesnek, segítőkésznek ismertem meg a magyarokat. Éppen ezért egyszerű és gyors döntés volt részemről, hogy magyar állampolgárságért folyamodjak. Különösen azért, mert így már a válogatottnak is hasznára lehetek, mondja a svéd-magyar jégkorongozó. Bece neve Henk a svéd vikingek nyomán, de Henrik immáron piros-fehér-zöld mezben szerezhet magának új magyar becenevet. Annak nagyon örültünk, hogy ez az ő kezdeményezése volt, hogy érdekelni az, hogy ha egy ilyen lehetőség adódik, akkor ő lehetne magyar állampolgár. Itt van már 2 éve játszik a fehérvári csapatban, nagyon jól érzi magát, ő is és a családja is, és abszolút motivációt jelentett számára az, hogy esetleg a válogatottba is majd szerepelhessen. Ugye ez megtörténhetett volna már most a világbajnokságon, de sajnos megsérült a felkészülésen, úgyhogy ott nem tudott játszani, de a projekt nem került le a napirendre, ugye maradt a mi csapatunkba. Nagyon örülök neki, hogy ez végül is megtörtént. Ő is így fogja ezt föl, ennek nagyon örülök, hogy a csapat is itt volt vele, ez egy meglepetés volt számomra is egyébként, hogy eljönnek, de ez is mutatja, hogy milyen jó kis brigád jött össze ebbe a szezonban. Az, hogy a magyar jégkorong mit jelenthet, hát nem bővelkedünk jobbkezes hátvédekben, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy segítség tud lenni majd a válogatottnak is, nem csak a fehérvári csapatnak. A Hidrofehérvár V19 soraiban a friss magyar hátvéddel szeptember közepén kezd az osztrák bázisú bajnokságban. A csapat a nyáron vezetőedzővé előlépett Kis Dávid vezérletével az Asiago majd a Bolzano otthonában kezd, szeptember 22-én pedig itthon fogadja a Salzburgot.